Maradj vezényszóhoz, ha hiperaktív nagyon a kutyád, akkor feltétlenül először fárazd le. Kérd meg, hogy üljön vagy feküdjön le, és utána szembeállva vele, nagyon lassan egyet lépjél hátra, de még előtte mondd azt, hogy marad. Ha a kutya elmozdul, azonnal lépjél vissza. Marad. Azaz! Gyere ide! Ha ügyesen megcsinálta azt, amit kértél tőle, akkor hívd be. Ne te lépjél vissza hozzá, hanem hívd be és simogasd meg nagyon. Ha az első lépés ment, akkor növeld a távolságot. Mondd ki a vezényszót. Marad! Majd lépjél kettőt hátra. Nagyon lassan. Ha elindult feléd, lépjél vissza hozzá. Ha megtartotta a távolságot, akkor jön a guggolás. Gyere ide, ügyes voltál! És a nagy dicséret. Marad. Egy-két lépés után természetesen tovább növelheted a távolságot, de mindig csak akkor, hogyha a kutya hallgat a vezényszóra. És ott marad a helyén. Akár közben empereg egy jót a zöld előfűben. Ügyes! Gyere ide! A távolság növelése után jön az időhúzása. Marad, vezényszó, ellépsz lassan, kettőt, hármat, marad, újra kimondod a vezényszót, majd vársz. És elszámolsz magadban egyet, kettőt, eleinte kevesebbet, és utána ezt is növelheted. Azaz! Na gyertek, gyertek, gyertek! Ügyes vagy! Ha növelted a távolságot, marad, és azt az időt, amíg elszámolsz magadban, és a kutyának egy helyben kell feküdnie, jöhet akár egy zavaró tényező. A kislányod egy labdával. Ha ilyenkor is marad a kutya, megérdemli a jutalmat. Gyere ide hamar, futás! A maradj utolsó leckéje az ellépés és az időhúzás után, hogy hátat fordítasz neki. Azaz, kimondod a vezényszót, maradj, majd nagyon lassan hátat fordítasz neki, és úgy lépsz el egyet, maximum kettőt. Visszafordulsz, és hogyha a kutya nem futott utánad, nagyon dicsérd meg, gyere ide, ügyes vagy! Ügyes, jó kutya! A maradj utolsó leckéje, hogy nem csak a távolságot és az időt növeled, hanem mindezt hátat fordítva neki. Marad! Hátat fordítasz, ellépsz, ugye ilyenkor már növelheted a távolságot, az időt, amit vársz, és hogyha visszafordulva a kutyád nem mozdul, akkor jöhet a behívás. Palacsinta, gyere ide, ügyes vagy! Jól van. Mindent szép fokozatosan. Ne akarj egy nap mindent megcsinálni. Először csak lépjél el egyet tőle, aztán kettőt, majd növeld az időt, aztán jön a hátadfordítás, és ott is csak fokozatosan.